Sziasztok fiúk, lányok! Köszöntelek benneteket ebben a rendhagyó kis vlog videóban, amit kivételesen mind a két csatornámra feltöltök, ugyanis egy elég fontos és különleges eseményt szeretnék megosztani veletek. Ha a címválasztásból és ebből a kis cukimukiságból nem lenne még egyértelmű, akkor a nagy hír, hogy idén apuka leszek. És ez nem vicc, komoly. Sokan kérdezték már korábban is, hogy Csonti van egy gyereked, és eddig mindig az volt a válaszom, hogy nem, nincsen. Én vagyok egy nagy gyerek. Ám idén most már azt tudom mondani, hogy igen, van, és érkezik egy kis jövevény a családunkba, aki véletlenül fenekestől fel fogja forgatni az életünket. De én már nagyon várom, és tényleg szeretnék a legjobb apukája lenni, és mindent megadni neki, és lehetőség szerint egy jó embert nevelni belőle. De ugyanakkor tényleg be is vagyok szarva tőle, hogy mi lesz ebből az egészből, és ez hogyan fogja megváltoztatni az életünket. Minden esetre Challenge Accepted, jöhet a baba, és már jön is, már jó ideje, csak most mondom el nektek, úgyhogy ez lesz, és ez a nagy hír. Amit így szeretnék most még elmondani nektek így a következő néhány percben, az tényleg pár nagyon fontos információ, és szeretném ezáltal mindenkinek így a legfontosabb kérdéseit megválaszolni. Az első dolog, hogy ezt azért osztom meg veletek, ugyanis a YouTube az tényleg az elmúlt több mint két évben a mindennapjaim részévé vált, a mindennapjaim részévé váltatok. És úgy érzem, hogy mivel ez tényleg nagyban meg fogja változtatni az életünket, ezáltal kihat majd arra is, hogy ti mit és milyen módon láttok majd belőlem, úgyhogy legalább ennyit szerettem volna így megosztani veletek. Remélem, hogy ti is velem együtt örültök majd, és majd meglátjuk, hogy mi kerekedik ki ebből az egész történetből. Az első dolog, hogy nem lesz babavlog a csatornámból, és nem is szeretném szerepeltetni a kisbabánkat. Majd 8-10 év múlva, ha már elég nagy lesz, és szeretne, és olyan, olyan a helyzet, akkor azt mondom, hogy oké, okay, de hát addig még nagyon sok idő van, és még ki tudja, hogy akkor lesz-e még YouTube egyáltalán. Minden esetre én nem fogom szerepeltetni a kisbabát. És maximum, de az tényleg a maximum, a vlog csatornán lesznek majd így ilyen babás sztorizgatások, ö, ott majd mesélni fogok így élményekről, tapasztalatokról, de tényleg ez a maximum, és több nem. A másik dolog pedig a tartalmat illeti. Ugye én mondtam, hogy minden napra szeretnék egy videót, és ez a formátum így tök jó. Na most valószínűleg tartom, hogy ezt így nem fogom tudni betartani, főleg a születését követő pár hónapban, ugyanis akinek van gyereke, az tudja, hogy ilyenkor nagyjából a szülők élete egy pokol, de most ezt minden értelemben, tehát egy kisbaba az éjjel-nappal sír, fönn kell lenni vele, és ebben ennél fogva nem biztos, hogy bele fog férni az, hogy én még itt leüljek videózgatni, legalábbis minden nap azt kizártnak tartom. Úgyhogy első lesz számomra a kisbaba, és utána jön minden más, és remélem, hogy ezt megértitek. Ugyanakkor tényleg én hiszek ebben az egész YouTube-ban, hiszek ennek a jövőjében, és számomra ez akkor is egy kellemes hobbi, ki kapcsolódás, úgyhogy nem fogom abba hagyni. Viszont, hogyha lesznek szünetek, mondjuk két-három napig nincs tőlem videó, akkor a Tudjatok róla, hogy az vagy azért van, mert épp szülünk, vagy pedig azért van, mert annyira hót fáradt vagyok így a munka és a kisbaba után, hogy bedöltem az ágyba, és nem volt egyszerűen energiám aznap videót készíteni nektek. De lesznek videók továbbra is, csak be kell majd álljon megint egy új rendszer. Na, úgyhogy ennyit szerettem volna mondani, ne lepődjetek meg a kisbaba hangokról majd a háttérben a közeljövőben, és akkor találkozunk legközelebb, addig is minden jót kívánok, sziasztok! Cuki. Jó a Hello.